Köszöntöm a kedves nézőket! Magyar nyelvünkben elterjedt fogalom a párfordulás. Ezt akkor használjuk, amikor valaki egy teljesen más irányt kezd követni, mint azelőtt. Honnan ered ez a szófordulat? A válasz egyszerű, a Bibliából. Saulus egy buzgó izraelita, aki rajong az ősök hagyományaiért, és üldözi a keresztényeket. Egy ilyen útja során találkozott Krisztussal, majd az üldözőből üldözött lesz. Ez a párfordulás. A következőkben Borzási István az isteni felhívásról, az ember megtéréséről és annak halaszthatatlan sürgősségéről fog minket tanítani. Nyissuk meg a Bibliánkat Apostolok cselekedetei 9. részéhez, ahol az első verstől kezdve olvassuk az igét a 20. versig. A Szentíge így van megírva. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen elment a főpaphoz, kére őtől a levelet Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint ment, lőn, hogy közelgetett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből. És ő leesvén a földre halott szózatot, mely ezt mondja néki, Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Neked nehéz néked az ösztön ellen rugódoznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta néki, kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. Felkelt azonban Saulus a földről, de mikor felnyitotta szemeit, senkit sem látott. Azért kézen fogva vezették be őt Damaszkuszba. És 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. Vala pedig egy tanítvány Damaszkuszban név szerint Ananiás, és mondta annak az Úr látásban. Ananiás, az pedig mondta, imhol vagyok, Uram? Az Úr pedig mondta néki,
Kelj fel és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keres föl a Judás házában egy Saulus nevű tarzusi embert, mert íme imádkozik. És látta Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfi bement hozzá, és kezeit rejávetette, hogy lásson. Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felül, mély sok bosszúsággal illette a te szentjeidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják. Mondta pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt. Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Elment azért Ananiás, és bement a házba, és kezeit rejávetvén mondta: Saul atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, amelyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szentlélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelvén megkeresztelkedett, és miután evett, megerősödött. Vala pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig, és azonnal prédikálta a zsinagógákban, hogy Krisztus, a Krisztust, hogy ő az Isten fia. Amen. Amen. Az Úr áldja meg az ő igéit mindannyiunk számára. Foglaljunk helyet. Drága testvéreim, ez az ismert történet azzal kezdődik, hogy Saulus öldökléstől lihegve még az Úr tanítványai ellen folytatni akarta ezt az üldöző munkát, és kiterjeszteni szerette volna még Szíriára is, Damaszkuszra. Jeruzsálemben már börtönbe vetették, megverték, megkínozták, vagy megölték azokat, akik az Úr követői voltak, és azok elmenekültek onnan. Most Damaszkuszba, amely nem messze volt, tehát vagy 100-150 kilométerre Jeruzsálemtől, bizonyára elhatározás kellett hozzá, hogy valaki oda utazzon több napon át, és folytassa ezt a feladatot, mert Damaszkuszban voltak zsinagógák. Nem a pogányokhoz ment Saulus, a zsidókhoz, akik az Úr követői lettek, Jézusban hívők lettek, keresztények lettek. Ha vannak valakik, akik ez útnak követői, mert ez volt kezdetben a kifejezés. Jézus Krisztus az út, és ez az az út, amit ezek követtek. Több helyen olvassuk a Cselekedet könyvében ezt a kifejezést. Némelyek megkeményítették magukat, és gonoszul szóltak az Úrnak útjáról, olvassuk az efézusi szolgálata idején az apostolnak. A 24. részben pedig azt mondja Pál apostol, hogy vallást teszek, hogy én aszerint az út szerint, melyet felekezetnek neveznek, úgy szolgálok az én Istenemnek, atyáim Istenének, mint aki hisz mindazokban, amik a törvényben és a prófitákban megvan írva. Félixről is írva van, hogy tudomása volt ez út, vagy a szerzett dolgai felől. Hát egy út van, amely az üdvösségre vezet. Jézus Krisztus. És a Jézus Krisztusban hívők ez út követői voltak. Az út követői. Ezeket kívánta volna Saulus összegyűjteni, összefogni és fogva vinni Jeruzsálembe. De az úton, mikor már közel volt Damaszkuszhoz, akkor történt, hogy Pálfordulás állott be az életébe. Saulusból Pál apostol lett, mert megtért, találkozott Jézussal. Hogyan történt? Találunk itt egy felismerést, aztán beismerést, meg engedelmességet, amely Saulust jellemezte. A felismeréssel kezdődik. Megjelent néki az Úr, és azt mondta, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem? Kicsoda vagy, Uram? Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Hát ez a felismerés nagy hatással volt rá, ő nem gondolta volna, hogy Jézus él. Ő nem hitt Jézusban,
hitetlenségben cselekedett, ahogy mondja később egyik levelében. És ez mélyen megrázta, megrémült, remegve mondta utána a kérdését. Akik ez útnak követői, hát most nem mehet tovább azokat összefogni, hát azok Jézus tanítványai, és Jézus azonosítja magát az ő üldözött népével. Mert Saulus nem mondja azt, hogy én nem téged üldözlek, én azokat üldözöm, akik téged követnek, vagy benned hisznek. Rájött arra, hogy Jézus azonosítja magát az ő követőivel, akik üldözve vannak. Engem üldözöl. És azok, akik szenvednek az üldözés miatt, azok részesülnek a Krisztus szenvedéseiből. Ahogy a Pál apostol is beszél több helyen, meg Péter apostol is erről a dologról. Nem tudta még Saulus magáról, hogy mit cselekszik, hogy mi történik valójában. Azt hitte, ő Isten tiszteletet tesz, ő az Úrnak szolgál, szerfelett rajongott atyai hagyományaiért, és buzgolkodott, az egyházat üldöző voltam, mondja később. Van egy ilyen megjegyzése az Úr Jézusnak a jelenések könyvében is, az egyik gyülekezetnek mondja, hogy nem tudod, hogy te vagy a szegény, a nyomorult, a mezítelen, és meg kell térned, fel kell ismerned, magadra kell ismerned igazán. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Te engem kergetsz, engem rugódozol, engem üldözöl, bűneiddel, haragoddal, öldöklő lelkületeddel, üldözéseddel engem bántasz. Lázadsz, mit kergetsz engem? De kicsoda vagy, Uram? Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Hát ez volt aztán a nagy felismerés. Lássuk, hogy emlékezik erre Pál apostol később a leveleiben. Timóteushoz írt levélben azt mondja, én előbb Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó voltam. De könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Szer felett megsokasodott pedig a mi Úrunk kegyelme Jézus Krisztusba való hittel és szeretettel. Igaz beszédez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését, példagyaránt azoknak, akik hisznek ő benne az örök életre. A Galácia levél elején pedig azt írja, hogy hallottátok, mint forgolódtam én a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten Anya Szent Egyházát, és pusztítottam azt. És felülmúltam a zsidóságban nemzetbeli sok kortársamat, szerfelett rajogván atyai hagyományaiért. De amikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Kétszeres megszólításban részesült, ugye? Saul, Saul. Hát van még ilyen a Bibliában. Mózes, Mózes. Sámuel, Sámuel. Erre lehet azt mondják a testvérnök, hogy igen, mert a férfiaknak mindent kétszer kell mondani. De találunk olyat is, hogy Márta, Márta. Úgyhogy van, amikor a nőtestvéreknek is kétszer kell mondani. Mindenképpen, amikor Saul ezt hallotta, tudta, hogy ez neki szól. Pedig maga a hang, az nem volt olyan hang, hogy mindenki egyformán érthette volna. Honnan tudjuk ezt? Hát onnan, hogy jó lehet a 9. rész itt azt mondja a 7. versben, hogy a vele utazó férfiak némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. De mikor újra elmondja a 22. részben az apostol a megtérését, akkor azt mondja, hogy akik velem voltak, a világosságot ugyan látták és megrémültek, de annak szavát, aki velem szólt, nem hallották. Nem kell arra gondolni, hogy nem hallották a hangot, hanem hogy nem értették. A hangot hallották, de nem volt számukra érthető mondanivaló.
mikor a 26. részben Agrippának tesz bizonságot, akkor azt mondja, mikor mi mindnyájan leestünk a földre, hallottam szózatot, amely én hozzám szólt. És ezt mondta zsidó nyelven, Saul, Saul, mit kergetsz engem? Tehát ő értette, hogy ez neki szól. Többiek nem is hallották meg azt a mondatot, vagy azt a kiáltást. Valami dörej, valami zaj, valami dörgés, vagy kicsod, vagy mi, ehhez hasonló zajnak vélhették, mert János Evangélium a 12. részében is van egy ilyen, amikor Jézus azt mondta, hogy Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, a görögök mikor meglátogatták, és akkor szó hallatszott az égből, hogy megdicsőítettem, és újra megdicsőítem. És azt olvassuk itt, a sokaság, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy megdörgött. Mások azt mondanák, angyal szólt néki. Nem értették mind, vagy mindnyájan azt a kijelentést, amely elhangzott ott. De így szólítja Isten az embert Édentől kezdve. Nem hallja meg az ember mindig. És az már külön kegyelem, amikor valaki meghallja az Isten szavát. Mikor eljut hozzá az ige. Mikor megérti, hogy ide írhatja a nevét, most hozzászólott. Őt kérdezi az Isten. Mint ahogy kérdezte Ádámot, kérdezte Illést, hogy mit cselekszel itt, vagy kérdezte az emmausi tanítványokat, vagy másokat. Most minket kérdez, vagy nekünk intézi a szót, és az kegyelem, amikor valaki ezt meghallja. És akkor döntés elé van állítva, hogy mit cselekszik ezzel. Mit fog válaszolni rá? Nagy felelősség az, amikor hallottuk az Úr szavát, és elutasítjuk, mert az a veszély áll fenn, hogy Isten akkor nem fog szólni többet hozzád. Mint ahogy nem szólott Saul királyhoz, és emiatt panaszkodik az endóri halott idézőnél, hogy Isten nem szól neki se proféták által, se állam által, se Urim és Tumim által. És akkor azt mondja neki az üzenet, hogy akkor miért kérdezel engem, ha Isten ellenségeddé lett, és már nem beszél veled. Ilyen volt a helyzete Heródesnek is, akinek az Úr nem mondott egy szót se kivégzése előtt. Pilátussal még beszélt, kérdezett, válaszolt, beszélgettek, de Heródes bármit kérdezett, Jézus nem válaszolt semmire. Miért? Azért, mert Heródesnek Isten megmondta még keresztelő János által. Mi a tennivalója? És nem vette komolyan. Eljutott a szívéig, mert azt olvassuk, hogy belerendült, és szívesen hallgatta őt. Tudta, hogy ez Isten szava, csak nem fogadta meg. És amikor Jézus állott előtte, 3 év után, már akkor nem volt több szava Istennek Heródeshez. Szólott hajdan az Isten sok rendben és sokféleképpen a proféták által, ez utolsó időben szólott nékünk az ő fia által. És Ámos proféta könyvében a 4. részben meg arról olvasunk, hogy szólott még ítéletek által is, amikor megvonta az esőt és szárasság lett, meg amikor fegyvert bocsátott, meg amikor betegség támadta a termést, meg mindenféle egyéb jött, mégsem tértetek vissza hozzám, azt mondja az Úr. Sokan nem is felik fel az Urat, és úgy gondolják, hogy ők akkor térnek meg, mikor akarnak. Hát nem akkor térhetsz meg, hanem akkor térhetsz meg, amikor Isten azt megengedi, vagy amikor megadja neked, és lehetőséged van rá. És ha megadta a lehetőséget rá, akkor meg kell ragadnod. Mert Félix is megrendült, amikor Péter, vagyis Pál prédikált neki, de utána többet nem olvasunk róla. Nem lett keresztény, és Agrippa sem lett keresztény, csak majdnem. Mert amikor szólott hozzá az Isten, nem vette komolyan. Hát Saulus itt, amikor leesett a porba, nem a lóról, mert valószínű nem lóháton mentek, hanem gyalog, több napi út volt ez,
leestek mind a porba, akkor azt kérdezte, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mert az Úr Jézus azt mondja, nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. A szó itt az ösztöke, amely egy eszköz volt, amivel az állatokat nosogtatták. Nem csak ostorral, hanem volt egy hegye, egy rúd, amelynek az a vége hegyes volt, vagy éppen egy vas hegyet szerkesztettek rá, hogy azzal noszogtassák a nagyobb igavonó állatokat, ökröket, tevéket, és így tovább főkép. De amelyik makrancosabb volt, az ugye visszarúgott, hátrarúgott bele az ösztökébe. Még rosszabb, mert az biztos jobban fájt neki. Na, ezt a képet adja elénk most az Úr ezekben a szavakban, amikor azt mondja Pálnak, vagy Saulusnak, nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Te nem érzed, hogy milyen nehéz? A lelkiismeretet szavát nem akarod meghallani, hogy nem ez az út, amelyen járnod kell. Érzed, hogy ez nem helyes, nem ezt kéne tenni. Ez a megkettőzött élet, mert gondoljunk bele, hogy Pál apostol, aki Gamáliel lábainál tanult, és a törvényt ismerte is, és buzgó zsidó volt, őneki lehetősége volt arra is, hogy Istvánnal vitát tartson a zsinagógában, mert István vitázott, és senki nem állhatott ellen a léleknek, amely benne volt. Vagy hallhatta Pétert prédikálni a templom udvarán, vagy máskor. Nem ez az első eset, hogy Saulus a keresztényekről, meg Jézusról hall. A szívében lehetett már valamilyen vágy, gondolat, de ő elnyomta ezt. Ő a zsidó törvényeknek engedelmeskedik, ez a helyes út. Szerfelett rajongott atyai hagyományaért. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ez neked nehéz. Ezt így folytatni. Mint ahogy sokaknak nehéz azt a megkettőzött életet élni, ide az imaházba járni, prédikációt hallgatni, szolgálni valamivel, és kint a világban, meg hétköznap élni a maga életét a világnak, vagy a bűnnek, vagy a testnek. Roppant nehéz. Ez egy meghasonlás, ez egy mély képmutatás az ideggyógyintézetek, tele vannak ilyen példákkal, akik se mellette, se ellene nem tudnak dönteni, vagy nem döntöttek, kettős életet éltek. Volt egy vallás is életük, meg volt egy világi életük. És egyik az emberek szem előtt, a másik, amely titokban folyt. Egyik fele vágyódott Isten után, a másik fele megment, hogy a sátánnak és a bűnnek szolgáljon. Hát ez nagyon nehéz. És ha Saulusnak hirtelen ez a felismerése támadt, felismerte, hogy ő Isten ellen lázad, és beismerte ezt, mert utána azt kérdezi, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. És ha eljut az ember ide, akkor már jó helyen van, mert akkor már a döntés pillanatában van. Ez történt pünköskor is, amikor Péter prédikált, és a Péter prédikációjára szívükben megkeseredtek, ugye? Ti, a ti gonosz kezeitekkel ezt a szentet és igazat megragadtátok, keresztre feszítettétek. Bizonnyal tudja meg Izraelnek egész háza, hogy Úrrá is Krisztusrá tette őt az Isten. Azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. És ezeket, mikor hallották, szívükben megkeseredtek. Mit cselekedjünk, atyám férfiak? Ugyanúgy kérdezik, mint Saulus, amikor a felismerés eljutott hozzá, amikor megértette, hogy rossz úton jár, és hogy milyen neki az ösztök ellen rugódozni, tagadni, lázadni, viselni ezt a nehéz terhet, olyan, mint mikor Dávid a bűneinek terhétől összeroskadt. Míg elhallgattam, életerőm elrankadt, mint egy a nyár hevében, és éjjel-nappal rám nehezedett kezed, vétkemet bevallám néked, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Felszabadult. Szabad lett, mint a madár.
Mi, akik tudjuk, hogy miről van itt szó, tudjuk, hogy mi is eljutottunk erre a pontra, és nekünk is volt egy napunk, amikor válaszoltunk Jézusnak, amikor felismertük a hívását, felismertük magunkat, felismertük a kegyelmet. Most is azt mondja az Úr, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetek, és én megnyugosztallak titeket. Ő kijelenti magát, ő kérdez, ő megszólít, ő üzen, ő fel tud emelni, meg tud ajándékozni. És önmagunk megismerése után jön ez a megalázkodás, amit Saulusnál látunk, amikor ő eddig nagyon jól tudta, hogy mit akar cselekedni, nagy elhatározása volt, felhatalmazást kapott a főpaptól, embereket gyűjtött maga mellé, megy és összegyűjti. Most már nem tudja, mert megérti, hogy azt folytatni lázadás. Az Isten ellenes dolog, erőszakoskodás, Isten káromlás, hitetlenség. Megjelen neki a Jézus, és azt nem folytathatja tovább. Most akkor mit cselekedjen? Eredj be a városba, ott megmondják néked, mit kell cselekedned. Be kellett ismernie a kudarcát, megvallani, hogy rossz vágányra futott, hogy csődbe jutott, hogy elrontotta. Uram, a fonalam végére értem, itt nincs tovább, mit akarsz, hogy cselekedjem, mit tegyek tovább? És az Úr Jézus válaszol neki, és itt engedelmesség kérdése a folytatás. Azt is szoktuk mondani, ugye, hogy maga az megtérés, de főképp a hit engedelmesség kérdése. Hinni annyi, mint engedelmeskedni. Mert ha hiszi, hogy Jézus az Isten fia, Jézus az, aki feltámadta halálból, Jézus az, akit ő üldöz, hát akkor most engedelmeskedni kell ennek a hitnek. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, és elindult, nem tudva hova megy. De hit által engedelmeskedett. Mert jön itt a parancs, hogy kelj fel és menj be a városba. Ott megmondják néked, mit kell cselekedned. És az apostol itt nem mondja, hogy Uram, hát várj egy kicsit, szedjem össze magam, hogy rendezzem át a teológiámat, szerezek egy kis tapasztalatot, gondoljam át a dolgaimat, hogyan tudjam én ezt vállalni most ilyen egyből? Nem, ahogyan tehette, hirdette, hogy Jézus az Isten fia. Ez a kijelentés itt a 20. versben, most jelenik itt először, de ezután jellegzetessé válik az új szövetségben. És főleg Pál apostol leveleiben. Jézus az Isten fia. Jézus maga Isten. Örökké állandó Isten, ahogy mondja a Római Levél 5. részében. Tudott végül engedelmeskedni, amit megértett, azt cselekedte is, oda ment, ahova az Úr vezette, és azt tette, amire az Úr késztette, látszott benne a változás, mindenki megértette, ez már nem az az ember, aki előtte volt. Meg akarták ölni Damaszkuszba, halálra keresték őt is, mert hirdette a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia. Ha felismerted önmagad, és felismerted Jézust, akkor ilyen megalázkodásra van szükség, meg ilyen engedelmességre. Tenned kell, amit ő mond. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Van itt egy második történet, amit ugyancsak felolvastunk, de ehhez tartozó történet Ananiásról. Sem előtte nem olvastunk, sem ezután nem találkozunk többé vele. Most van róla szó. Egy tanítvány Damaszkuszban, akinek azt mondja az Úr, hogy Ananiás, én hol vagyok? Így beszélnek az igazi tanítványok. Itt vagyok, kész vagyok, bármire megbízhatsz, rendelkezésedre állok. Szólj hozzám! Na eredj az egyenes utcába, Damaszkuszba, a Júdás házához, találsz egy Saulus nevű tarzusi embert, aki most imádkozik. Tedd rá a kezedet, add vissza a szemevilágát, és akkor erre Ananiás már nem úgy válaszol, mint egy igazi tanítvány.
mintha tudósítani akarná Istent, hogy Uram, valamit azért eltévesztettél szem elő. Hát nem tudod, hogy ez milyen elvetemedett gonosz ember. Sok embertől hallottam, milyen sok bosszúsággal illett a te szentjeidet Jeruzsálemben. És ide is azért jött, és felhatalmazása van a főpapoktól, és gyilkol, és tömlözbe vet, és megveri őket, és megkínozza őket, és üldözi. Hát nem gondolhatod komolyan, hogy ehhez az emberhez menjek? Mert az ilyennek jobb elkározni. Olyan gonosz. Nem érdemes vele foglalkozni. Nem kell számba venni. Még akkor sem, ha találkozott Jézussal. Isten nem mondja Ananiásnak, hogy na, adjad meg, küldök valaki mást. Ha nem akarsz menni, nem mész. Majd keresek mást. Nem, Isten nem mond le Jónásról sem, ha engedetlenkedik. Visszahozza a szárazra, és újra küldi Ninivébe. És Ananiásnak is megmagyarázza, hogy nem csak azt tudja, hogy ki volt Saulus, ő azt is tudja, hogy ki lesz. Ő nékem választott edényem. Eredj, teljesítsd a megbízatásodat. És magunk elé képzelhetjük ezt az Ananiást, amint megy abba a házba, mert hát tudja, hogy hova kell menni. Megáll a kapu előtt, vajon bemenjen, hogy menjen be, ott van Saulus. De bemegy, ráteszi a kezét, és azt mondja neki, Saul atyám fia, vagyis Saul testvérem. Hát ez jól eshetett Saulusnak, ugye? Aki azt gondolta, hogy most már őt sehova többé be nem fogadják, a zsidók kivetik, mert ő már nem olyan, a keresztények meg nem fogadják be, mert őket üldözte. Most akkor egy ilyen számkivetett lesz, és ki tudja, mi lesz vele. Nem evett egy nap, két nap, három nap, és harmadik nap jön Ananiás, Saul testvére, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton. És visszaadja a szeme világát, és azonnal felkelt, evett, megerősödött, megkeresztelkedett, mert a Cselekedetek könyvében, a 22. részben, ahol elmondja Pál apostol az ő megtérését, ott részletesen mondja, hogy miket mondott neki Ananiás. Azt mondja, Saul atyám fia, nyerd vissza a szemed világát, és én azon a szempillantásban rátekintettem. Ő pedig mondta, ami atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásdam az igazat, és szót hallj az ő szájából, mert leszel néki tanúbizonsága minden embernél, azok felül, amiket láttál és hallottál. Most annak okáért, mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül hív az Úrnak nevét. És lőn, hogy mikor Jeruzsálemben megtértem, és imádkoztam a templomban, elragadtattam lelkemben, és láttam őt, aki ezt mondta nékem, siess, menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem veszik be a te tanúbizonságtételedet én felőle. És én mondék, Uram, ők maguk tudják, hogy én tömlözbe vetettem, vertem zsinagógánként azokat, akik hisznek te benned. És mikor a te mártírodnak, Istvánnak a vére kiontaték, én is ott állék, és helyeslém az ő megölését, és őrizém azok ruháját, akik őt megölték. És mondanékem, eredj el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé. Pál apostolnak volt még találkozása az Úrral, meg látott ő még kapott kijelentéseket, amiről más helyen is bizonságot tesz. De itt Ananiás jön hozzá, valószínű Ananiás beismerítette őt, megkeresztelkedett, és attól kezdve Jézus szolgálatába állt. De úgy, hogy hű maradt, mint halálig. Ahogy írja a 20. részben az ige, hogy az életem sem drága nékem, csak hogy elvégezzem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amit vettem az Úr Jézustól, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Ő nékem választott edényem. Házi asszonyok tudják, hogy sok edény van. Töltött káposztának egyfajta kell, leveses tálnak másféle kell, van, amikor mély tányér kell, van, amikor lapos tányér kell, aztán van fazék, meg lábos, meg gyümölcsös tál, meg minden egyéb. És mindig azt veszik elő, amire szükség van. És az edény soha nem kiállt vissza, hogy miért engem választottál?
Miért nem a másikat? Miért erre választottál? Miért nem egyébre? Ő teljesíti a küldetését. Ő edény. Vagy ahogy az újfordítás mondja, választott eszközöm. Mint amikor a mesterember választ egy szerszámot. És ha csavarhúzó kell, akkor csavarhúzó kell, nem egyéb. Akkor a harapófogó nem jó. És így tovább. Választott eszköz. Hát ezek vagyunk mi. Nem egyformák. Mindenki a maga szolgálatában, a maga helyén. Választott edény. Engednünk kell, hogy Isten töltsön meg, hogy Isten használjon fel az ő akarata szerint. Az ő országa építésében, az ő dicsőségére. Bár csak el tudnánk mi is mondani az apostollal együtt, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, eltitetett nékem végezetül az igazság koronája, amelyet megad számomra az igaz bíró. Bizonyára nekünk is megadja, ha hűségesen teljesítjük a ránk bízott küldetést. Az Úr segítsen erre minket. Amen. Nem volt reményem, nevemen szólít.